megkérem Kardos Károly polgármester urat, hogy nyissa meg a Körösladányi Névfőiskola a második alkalmát. Köszönöm szépen. Akkor én is tartottam az előadóknak kiadott utasításhoz. Megpróbálok spórolni nekik egy kis időt, és megpróbálok röviden beszélni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy Lajos is említette, ez a második alkalom. Nem pontosan ugyanaz a téma, de úgy gondolom, hogy a lényeg az ugyanaz, hogy a helyi értékeinket, legyen az népművészeti érték, népdal, kézműves termék, bármilyen hagyományom Körösladányhoz vagy ez a vidékhez köthető, azt az utókornak kicsit. Én legalábbis így gondolom, hogy valahol ez a küldetése mindenkinek, aki valamilyen régi hagyományjal foglalkozik. Én azt kívánom minden jelenlévőnek, akár kiállító, akár csak érdeklődő, hogy az Isten tartsa a jó szokását, és örökítse tovább azt a tudást, amivel ő most éppen rendelkezik a következő generációkra, és remélem, hogy lesz még hasonló alkalom Körösladányban. Úgy gondolom, hogy akár a fehér hímzések, vagy akár a más jelen pillanatban is megtekinthető kiállítás megérdemel majd még egy nagyobb fórumot. Majd meg fogjuk beszélni ezt egyébként, különösen a fehér hímzésre gondolok, és már ezelőtt a megnyitó előtt beszélgettünk, és elhangzott, hogy jó lenne újraéleszteni ezt a hímzőkört, és én remélem, hogy ez majd az új képviselőtestület is fog tudni némi támogatást adni, és bízom abban, hogy ez a hagyomány az újra nagyobb lendülettel fog Körösladányban újra indulni. A lépdalkör is úgy gondolom, hogy a előző évekhez hasonlóan biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban is végzi majd azt a munkát, én remélem legalábbis, amit az elmúlt évtizedekben, azt az önkormányzati segítséget, amit kaptok, azt szerintem tudja garantálni a következő képviselőtestület. Úgy gondolom, hogy a 12 fő, aki indul, bármelyik 12-ből, bármelyik hagyja tudom, nagy változás nem lesz a következő időszakban. Én mindenkinek a mai előadáshoz sok sikert és megfelelő időkorlátokat kívánok, és akkor a mai második alkalmat megnyitom, és remélem, hogy lesz még alkalom. Köszönöm szépen, akkor megvan a második. Nagyon szépen köszönöm polgármester úr szavait.